Üdvözlök mindenkit, Bálint Erika vagyok a Tapéta Karnis Kft-től. A mai napon egy új projektet fogok elkezdeni, remélem, hogy érdekelni fog titeket is, és minél többen becsatlakoztok, és esetleg kedvet is kaptok hasonló dolgokhoz. A múlt héten már mondtam, hogy kaptam egy ilyen, illetve valamilyen úton, módon hozzánk került ez a könyves polc. Ennek van még bent két polca, elég ramaty állapotban, és elől van még két nagy üveglap, ez a tolóajtós üveg, és úgy döntöttem, hogy ezt fel fogom újítani, mégpedig öntapadós fóliával, mivel hogy ezzel foglalkozunk, és én is szeretném minél több módon kipróbálni, hogy utána tapasztalatokat elmondhassam nektek, és ezzel tudjak segíteni. Tehát ez a szekrény, mindjárt mutatom, tényleg én szerintem nincs túl jó állapotban. Nem fogom tudni megfordítani, mutatom így. Itt már elkezdtem egy kicsit, itt egy elég rendesen hiányzott belőle, már kipótoltam valamennyire fatapasszal, de még kell, mert még mindig érzek benne egy kis puklit. Azon kívül itt is hiányzik még belőle. Itt próbálgattam, hogy milyen fóliákat tudok majd rárakni. Úgy látszod, itt is van még hiba, illetve a lenti részen. Mindig elfelejtem, hogy élő közben nem tudok fordítani. Be fogom mutatni, mindjárt megfordítom az egészet. Azt, amit már kiglettáltam, azért mutattam meg, egy sima trinártapaszt használtam egyébként hozzá, hogy lásd, hogy így hogy néz ki. Ez több réteget kapott, mert tényleg elég mély volt ez a rész, ki kellett csiszolnom, ezt kb. Háromszor töltöttem újra, és még mindig kell ahhoz, hogy teljesen egyenes legyen. Azon kívül ugye vannak kisebb részek itt még elől, amiket ki kell pótolni, és mindjárt meg is fordítom, és akkor megnézzük a többi részt is, hogy is néz ez ki. Jó, ezeket, tehát itt van még egy, itt nem annyira látszik, és inkább megfordítom teljesen, mert itt az alján van, itt még nagyon problémás, és itt szeretném, hogy lássátok, hogy mit is kell csinálni vele. Jó, tehát ez a rész az, amit már egy kicsit lecsiszoltam, illetve nem csiszoltam, hanem a vésővel így lepattogtattam a nagyon kiálló, zavaró részeket. És itt is megcsináltam. Itt van még ilyen, ez az egész bútor ilyen, hát ilyen kicsit lakkozott bevonat van rajta, és igen, itt már látszik is, hogy pattog az egész, hogyha egy picit jobban megküldjük neki. Ezeket pattogtattam le így végig egy vésővel, hogy én is egy picit gyakoroljak, hogy lássam, hogy mégis mire kell számítani ilyenkor. Nagyon rossz egyébként, hogy ilyen teljesen lakkozott az egész, mert ez a fóliának sem a legjobb alap, illetve tényleg így pattog. Amikor itt ezeket így lepattogtattam, még itt, igen, próbálom úgy, hogy lássátok, igen, itt is volt még, meg ez a rész, akkor csináltam azt annál a nagy résznél, hogy fogtam egy smirglit, ez egy 120-as smirgli egyébként, és ezt így elcsiszoltam. Azért, hogy ne legyen annyira éles, majd itt ez a határ, a glett és a régi anyag között. Nyilván, hogyha van egy csiszológéped, akkor ezzel sokkal jobban jársz, és könnyebben meg tudod ezt tenni. Nekem nincs, meg gondolom, hogy a legtöbb háztartásban ezért nincs ilyen, de egy ilyen
sima smirglivel is meg tudod tenni, hogy így megcsiszolgatod. Az soha nem jó, hogyha nagyon éles határ van bármilyen pótlásnál, mert az a tapasztalat, ugye, hogy akkor ott sokkal könnyebben elválnak a dolgok. Igaz, hogy erre rá fogjuk majd húzni az öntapadós fóliát, de akkor is jobb, hogyha így alá van dolgozva, én úgy gondolom. Megmondom őszintén, próbáltam utána nézni, hogy ki mit mond ezzel kapcsolatosan, hogy én is tudjak valamit mondani, de nem igazából találtam, mindenhol csak annyit találtam, hogy készítsük elő, gleteljük ki. Tehát ennyi volt az összes info, amit lehetett találni róla. Úgyhogy én viszont így kipróbálom, és legalább ti tudtok majd az én tapasztalataimból, vagy esetleges hibáimból tanulni valamit. Jó. Itt tehát akkor ezt így ennyire, én úgy gondolom, hogy elég is megcsiszolni, és akkor utána fogsz egy kis tapaszt. Még ezt egy picit letörlöm. Hogy por ne maradjon ott. Most én nem hoztam semmi nedveset, de egy nedves törlőkendővel így megtörlöm akkor. Fogok egy kis tapaszt. Ráteszem a spaklira. És akkor itt ezt elkenem. Ott a nagyobb lyuknál, ott is jó volt az, hogy igazából itt a többi rész, ami, ahol ugye nincs hiány, ezek vezetik utána a spaklit, és ilyenkor, amikor nem is kell túl sokat pótolni, akkor nagyon könnyű így leszedni a felesleget. Ezt csináltam meg ott a nagy lyuknál, és meg fogom csinálni majd a többi résznél is. Csak ennek mindig állnia kell, általában egy olyan 3 óra száradási idő kell neki, és utána át kell majd csiszolni, és hogyha rendesen ki van így töltve, akkor utána pedig lehet majd fóliázni. Én kitöltöm ezeket is, hogyha már úgy is itt vagyunk, és akkor legalább ez a része meg lesz. Érdekes volt, hogy nem találtam semmit róla, megmondom őszintén, falglettelésről mindenféle dolgok vannak fönt a neten, YouTube videók és leírások, minden. Ez valószínűleg azért, mert tényleg nem egy túl bonyolult dolog, ezért nem írtak róla különösebben semmit. Jó, itt vagyunk. Hát én ezt még itt megcsiszolom, mert a másikat nem nagyon kellett, ott nem volt annyira lepattanva, de ez igen. Ez lesz ugye majd a szekrénynek az alja, és akkor így innen fogom ide ráborítani majd a fóliát. Próbálgattam már a fóliákat is, hoztam haza egy párat, mielőtt felfordítottam a szekrényt, akkor azt láthattátok a tetején. Kíváncsi voltam, hogy melyik fólia hogy mutat, mert szeretnék valami nagyon klasszat kihozni. De sajnos itt a lakkozott felület miatt sorba el kellett vetni a terveimet, mert ezen a lakkozott rétegen nagyon-nagyon kijönnek a hibák. Tehát nyilván nem akartam rátenni egy fényes fehéret, az alapból nagyon kényes dolog, de a többi, amit próbáltam, hoztam egy ilyen fényes fekete, kicsit ilyen gránitos, nagyon-nagyon szép fóliánk van, de az is még puklis volt, ahogy rátettem, úgyhogy azt is elvetettem. Jó, és akkor mindjárt még itt mutatom ezt a részt, ugye, amit megcsináltam. Ez látszódik? Látszódik, igen.
A polc is nagyon, nagyon problémás, a két polc, ami benne van, azzal is majd valamit ki kell találni, mert ott is két ilyen lakkozott réteg közé vannak rakva, ilyen fa hasábok, és azzal állították össze a polcot, majd fogom mutatni, hogy milyen. És ez a két lakréteg, ez, hát ez elég rendesen elvált. Úgyhogy teljesen ez a merev rész így elhúz a fától, majd megmutatom. Próbálkoztunk már itthon vele, hogy mit lehet, úgyhogy kicsit szögelgettük. Az valamennyire össze is húzta. Úgyhogy szerintem az lehet, hogy úgy jó is lesz, mert utána úgy is be lesz téve a polcba, úgy is rajta lesz a fólia, tehát szerintem az nem fog látszódni már úgy, de majd kipróbálom, mielőtt véglegesen bevonom. Így. Azért kell lehúzni itt minden felesleget, hogy ne kelljen utána olyan dolgokat is csiszolni, amit nem szeretnénk, mert épp elég azt csiszolni, amit muszáj, de ez most már úgy látom, hogy itt teljesen egyenes lett, úgyhogy nekem itt ez az éle így rendben is van. Most lepakolok innen, és mindjárt megmutatom a tetejét, és hogy a fóliákkal mire jutottam, melyik mellett fogok dönteni, és hogy miért. Jó, ezt picit akkor följebb emelem, és megpróbálom visszafordítani. Biztos, hogy nem lesz baj, amikor visszafordítom, mert ugye itt vannak a kerekek, tehát nem tud sérülni, nem fog leérni. És ugyanígy nagyon szerencsém van a tetejével is, mert itt ugye, ahogy ezt megcsináltam, itt sem kellett attól félnem, hogy le fog érni, amikor lefordítom, mert itt alapból ez egy picit lejt. És ez nem azért, mert elromlott, hanem itt a másik oldalt is ugyanúgy lejt, úgyhogy ez gyárilag van így. És ezeken a fóliákon gondolkozom. Tehát ezeken gondolkozom. Ez egy fekete bőr. Aztán van ez a, ami nekem nagyon tetszik, ez a kis fényes fekete. Ezeket még tél körül raktam rá azért, hogy lássam, hogy milyen. De hát itt, ahogy rátettem, elég nekem soknak tűnt a pukli, ami kijött. Mindjárt megtalálom a simítómat. Igen. Tehát hiába simítottam így rá. Egyszerűen, most itt nem látjátok, de voltak rajta puklik. Ami nálam befutó, az egyrészt ez a fólia. Ezt fogom szerintem megpróbálni úgy, hogy a belseje az biztos, hogy ezzel lesz, illetve még a másik, az most visszahajlott egy kicsit. Mindjárt felszedem, mert nagyon jól fel lehet szedni ezeket a fóliákat. Ez a brasmat fólia, én ezt nagyon szeretem, és ez most is nagyon, nagyon jó lett, úgyhogy ez nem puklisodott be, tehát hiába ilyen sima felületű, és kényesnek gondolná az ember, de ez nagyon jól fel is tapadt, könnyen lehet igazgatni. Ezt láthattátok is, hogy tök könnyen vissza lehetett húzni, nem nyúlt meg, és akkor ugyanúgy visszaraktam, pedig ezeket ma már legalább 6-szor fölvettem és visszaragasztottam, próbálgattam belőle is, hogy milyenek lennének, és a brasmatot ez biztos, hogy meg fogom tartani, és akkor még vagy a fekete bőrrel, vagy ezzel a másikkal fogom kombinálni. De a jövő heti élőben
megmutatom, hogy milyen lett a glettelés, illetve meg fogom mutatni azt, hogy hogyan kell kiszámolni, hogy mennyi fóliára van szükséged. Ugye ott ennek azért is lesz jelentősége, mert mi 15 méteresben forgalmazunk, tehát nem kell a 2 méteres darabokhoz igazítanod majd a fóliának a darabszámát, hanem majd, hogy nem annyit tudsz venni, amennyit szeretnél. Úgyhogy a mai napon ennyit szerettem volna bemutatni, tehát hogy az ilyen kisebb hiányosságokat egy kis csiszolással, utána mestertapasznak a ráhordásával meg tudjátok oldani. Ott a mélyebbnél azt azért kellett többször rétegeznem, mert hogyha egyszerre tömtem volna be azt az egész lyukat, biztos, hogy annyira szétreped az egész, hogy utána szedhetem ki az egészet. Tehát azt azért is rétegeztem már háromszor, és fogom még szerintem legalább egyszer, mert már így is egyszer volt benne egy kis repedés, de én ezt már nagyon jól megcsiszoltam, és mindig ilyen vékony, kb. 1 millis rétegekben, 1-2 millis rétegekben lehet ezeket felhordani. Úgyhogy a jövő héten megmutatom, hogy milyen lett így, ahogy addigra én ezt le fogom az egészet csiszolni, és tapasztozom, ahol kell, és megmutatom, hogy hogyan kell kiszámolni, akár egy ilyen kis polcra, akár egy egész konyha szekrényre, vagy bármire, amire szeretnétek. Hogyha érdekel, akkor gyertek jövő héten kedden, és én itt leszek. Sziasztok!